Az európai parlamenti választások felkészülési időszakáról szólva Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bonyhád választókörzetének országgyűlési képviselője azt mondta, tapasztalatai alapján az emberek érzik a mostani szavazás súlyát. Ennek megfelelően az eddigiekhez képest jóval többen járulnak majd az urnákhoz a május 26-ai szavazáson. Az a célunk, hogy minél többen menjenek el szavazni, nyilvánítsanak véleményt, és természetesen azt szeretnénk, hogyha a bevándorlás ellenes erők győznének Magyarországon, Közép-Európában és Európában is. Stúdiónk vendégeként Horváth István, a szekszárdi választókerület országgyűlési képviselője azt mondta, a legitimáció miatt fontos a minél nagyobb részvételi arány. Minél többen mennek el, annál nagyobb a legitimációja magának a szavazásnak. Én nem mennék be számháborúba, tehát én szerintem el fognak menni szavazni. Polgármesterekkel beszélgetve van olyan település, ahol azt mondták, hogy nem annyira érdekli az embereket, van, aki azt mondja, hogy szerintem meg igenis érdeklik az embereket. Most itt a szekszárdi választókerületben több mint 12 000 aláírást, támogató aláírást hoztunk össze. Remélem, hogy ennél többen fognak elmenni, sőt biztos vagyok benne, többen fognak elmenni. Süli János, a paksi atomerőmű beruházásáért felelős miniszter Pakson arról beszélt, nekünk, magyaroknak fűződik a legnagyobb érdekünk ahhoz, hogy Európa nyitott maradjon. Oldjuk meg, hogy ez egy egységes Európa legyen, közlekedés szempontjából mindenféleképp, és ezt pedig úgy kell fölépítenünk, hogy egy erős nemzetállamok szövetségeként alkossuk meg ezt az Európát, amiben mindenki a saját érdekeit tudja képviselni, úgy az erőműgyébe, úgy a migrációgyébe, úgy egyéb kérdésekbe. Az előzetes felmérések azt mutatják, hogy közel 40%-os részvételi arányjal zajlik majd a szavazás.